Székesfehérvár önkormányzata idén is meghirdette a nyílt nőgyógyászati szűrőnapot. Szombaton délelőtt a Család és Nővédelmi Központba várták a fehérváriakat. Még 2011-ben szervezte meg Székesfehérvár önkormányzata az első szűrőnapot az intézményben. Gyuranec Miklós szülész nőgyógyász elmondta, méhnyakrákot tekintve az évi friss előfordulások száma 1100-1400 között ingadozik. Ezeket a számokat lehetne csökkenteni, ha az egész lakosság komolyan venné a vizsgálatokat. Mint mondja, Magyarországon évente legalább egyszer javasolt megjelenni nőgyógyászati szűrésen. A nyílt nőgyógyászati szűrőnapon csontsűrűségvizsgálatra, vércukor és koleszterin szűrésre is lehetőség volt, illetve olyan rizikó kérdőívek kitöltésére, amelyekkel meg lehet állapítani bizonyos betegségek előfordulását. A gond az, hogy a női társadalom egy része eljár szűrővizsgálatra, annak egy része akár évente többször is különböző helyekre, de egy nagyon nagy része kiesik a szűrővizsgálatokból, nem jelenik meg egyszerűen, amikor behívják, vagy nem törődik vele. Ennek az eredménye az, hogy a méhnyakrák halálozási arányszáma évek, évtizedek óta 400 és 500 között van évente. Bensőséges hangulatú rendezvénnyel köszöntötte a Kossuth Lajos Általános Iskola az intézmény zenei tagozatának 50. születésnapját. Az 1972-73-as tanévben jött az áttörés, amelynek emlékére Jöjjetek énekelni címmel öröméneklésre invitálták az egykori és jelenlegi tanárokat és diákokat, hogy együtt tegyenek hitet a fél évszázados csoda előtt. Az ünnepségen Mészáros Attila alpolgármester, majd Strasserné Farkas Márta az iskola igazgatója köszöntötte megjelenteket, hogy aztán kezdetét vegye a múltat megidéző, a jelent és a jövőt megbecsülő találkozó. Fantasztikus ünnepre készülünk, és innen a kamerák elől is üdvözlöm az egész kossuthos nagy családot, azt a nagy családot, ahol felemelő érzés összetartozni, azt a nagy családot, ahol örömmel tekintünk vissza a kezdetekre, és büszke szívvel emlékezünk, és azt a nagy családot, ahol most együtt, itt, nagy boldogságban tudjuk a jelen szépségét is megünnepelni. 2023 a változások éve, ez volt az idei témája az immár hagyományosan megrendezett közutas-vasutas szakmai napnak. A résztvevők előadásokat hallhattak egyebek mellett a jogszabályi aktualitásokról, székesfehérvári fejlesztésekről, valamint a Szeged-Szabadka tengely felújításáról is. A Közlekedés Tudományi Egyesület Fejér vármegyei területi szervezetének elnöke elmondta, a fő cél az, hogy a közlekedés területén dolgozó szakemberek között elősegítsék az információ áramlást. Nagyon fontos feladat ennek a szervezetnek a társadalom közlekedésbiztonságra, fenntartható és gazdaságos közlekedéssel történő nevelése is. Itt Fejér megyében is ezen célok mentén dolgozunk. Az idén immár a 28. alkalommal rendezzük meg a közutas-vasutas szakmai napot, itt a Jáki József Technikumban. Mindig aktuális, érdeklődésre számot tartó előadásokat próbálunk megszervezni, hogy a közlekedésben dolgozó szakemberek megismerhessék az aktualitásokat. A sarokerkélyeknek fontos szerepük volt régen a városban, hiszen felgyorsították a pletykák terjedését. Ezek az épületrészek az évszázadok során jellegzetes motívumai lettek Székesfehérvárnak. Sarokerkélyek nyomában címmel szombaton városismereti túrán hallhatták történetüket az érdeklődők. Megtudhatták többek között, hogy a Jókai utcában az egyik legrégebbi a kisasszony erkélye, amelyet fel is újítottak. Mivel ezek az épületrészek minden alkalommal más szépséget mutatnak meg, érdemes néha felemelnünk a fejünket és körbe tekinteni a belvárosban. Ha valaki szeretné megnézni ezeket az erkélyeket, a Jókai, a Megyeház, a Kossuth, a Táncsics Mihály utcában, a Szent István téren és a Fő utcán is megteheti. A történetüket pedig idegenvezetőtől hallgathatják meg a következő sarokerkélyek nyomában túrán. Szoktam mondani, hogy nem csak a királyok városa vagyunk, hanem a sarokerkélyek városa, mert hogy igazából sokan nem is hiszik el, de 29 sarokerkélye van a városnak. Egyik szebb, mint a másik, itt a belvárosban is 5-6-ot, és hát ezek csodálatos, egyrészt nagyon szép építészeti emlék, másrészt meg hát csodálatos, gyönyörű. Itt a Himmerház, ami ott ugye, ezeket régen csúfolták úgy, hogy a pletyka erkélyek, mert ennek megvan a története, van, amelyik 400 éves.
Már készülnek a húsvétre a Rácz utcában, ahol ezúttal a hímes tojás küldetésével, vagyis a tojásíráshoz szükséges alapokkal, technikákkal ismerkedhettek meg a kézművesek házába érkezők. A kézműves foglalkozást megelőző előadáson Mosonyi Éva a néprajzi háttérről mesélt a résztvevőknek, ezt követően pedig háromféle tojást készíthettek el a vezetésével. Mindehhez csupán főtt és kifújt tojásokat kellett magukkal hozniuk a kézműveskedni vágyóknak. A legősibb ugye a piros tojás, amit majd megfestünk, de előtte lehet viasszal ráírni motívumokat, aminek jelentése van, tehát ez a legegyszerűbb. Aztán utána jön, hogy maradtjuk a tojást, még én sem tudom pontosan, hogy majd hogy csináljuk, de jönnek a különféle díszítő eljárások.